először is bocsánatot kérek a tisztelt közönségtől a hangom miatt. Please excuse my voice first of all. 4 nappal ezelőtt elindultam a meleg Izraelből. 4 days ago, I left warm Israel for cold Europe. És megfáztam. And I got a little bit of cold, so my voice went. Nem tudok részt venni itt a kórusba énekelni. And I cannot sing with you. Továbbá üdvözölni akarom az egész közönséget. And let me just néhány szóval héberül. Let me just greet you at least for a few words in Hebrew. Bruchim habayim, bruchim hanimtzayim, Shabbat shalom, ve'erev tov lekulchem. Blessed are the ones who are here, Shabbat shalom. A változatosság kedvéért most nem fogok beszélni se angolul, se németül, se héberül, hanem mivel úgy gondolom, hogy a közönség nagy része nem tudnak itt magyarul, hát éppen azért magyarul fogok beszélni. And for a change, I'm not going to speak in English or in German or in Hebrew, but I suppose that most of you, the language that most of you absolutely do not know is Hungarian, so that's what I'm going to speak. Kezdem ott, hogy születtem 1930-ban a Csehszlovák Republikában, annak Košice városában. I was born in 1930 in the Czechoslovakian Republic and in the city of Košice, Kašau. It's okay. A család, amelyben születtem, máma azt úgy mondják, hogy egy normális csapat. Az édesapám, aki 1899-ben született, a neve Bencion, de mind az igazolványaiba úgy írták be, hogy Benedikt, mint a pápát, de ő nem volt pápa. I was born into a family that you would call a normal family. My father was born in 1899. And his name was Bencion, but in all documents they put Benedict, like the Pope, but he wasn't a Pope. Az édesanyám 1907-ben született, a neve Sara, mint az ősanyáknak a neve, de az ő nevét beírták az összes igazolványokba, mint Sara. My mom was born in 1907, and her name was Sarah, like the wife of the patriarch. And for her, they put Sarah in all the documents. Volt egy nővérem, aki 1928-ban született, a neve Yehudit. Ő máma nincs velünk. I had a sister, Yehudit, who was born in 1928. És volt egy kisöcsém, aki 1933-ban született. Mordechájnak hívták, de őt se írták be, mint Mordechaj, hanem mint Miklós, az összes igazolványaiban úgy szerepel, mint Mikulás. Ő se nincs velünk. And I had a little brother, a younger brother, who was born in 1933. His name was Mordechai, but they never used that in official documents. They wrote Nicholas everywhere. Most a végére én maradtam, engem úgy hívtak, hogy szendvics gyerek, mert én a közepén voltam. Születtem 1930-ban. And I am the middle one, and I am the only one left alive of the three of us. Like I said, born in 1930. Kaptam az elhunyt nagyapám, apai nagyapám nevét Yehuda, and I was és named, mai napig is úgy hívnak Yehuda. And I was named after my maternal grandfather, who was called Yehuda, and this is why I'm called Yehuda until today. Mivel, hogy most péntek este van, hát visszaemlékszek a gyerekkori péntek estémre.
This is a Shabbat evening, and so this makes me remember the Shabbat evenings in our home. Az ünnepi vacsora, és itt meg kell köszönjem az itt kapott finom vacsorát. And the wonderful meals we had at Shabbat dinners, and this makes me thank you for the Shabbat dinner we had together here. Azt nem kérdeztem meg, ha ez kosher volt. I never asked you if it was kosher. Mert úgyis dolgozok most, mert itt megdolgoztatnak engemet szombaton. Because I'm working anyway, and I shouldn't. Úgyhogy ez valahogy kiegyenlítődik. So this is okay. Gyerekkorombeli korra tudok visszaemlékezni, mikor lehettem körülbelül 3 éves. My first memories of my childhood go back to the time when I was 3. Ezt onnan tudom, hogy a nővérem, aki tőlem 2 évvel idősebb volt, még nem járt akkor iskolába. I know this because even my sister wasn't at school yet, and she's 2 years older than me. A kisöcsém az meg egész kisgyerek volt, körülbelül 1 éves, talán valamivel kevesebb. And my younger brother must have been about 1 year old at the time. És az egyik legjobb és a legkelemesebb estéink abból álltak, hogy mikor az édesapánk hazajött a munkából, a boltjából, üzlete volt, és ő leült nekünk mesélni meséket a 3 gyereknek. And my best memories from this time is that my father used to have a store, a shop selling textiles, and when he came back from work, he used to have us around him and he used to tell us stories. Ő leült a kanapéra, vagy úgy mondták, hogy a sezlon, mi 3 gyerek körülültük, és ő mesélt nekünk meséket. He used to sit down on a couch, on a sofa, and we would be around him, and he would tell us stories and stories and stories. Az érdekes az volt, hogy ő nem mesélt, ő nem olvasott meséskönyvből, hanem volt a házban egy bot. And the interesting thing was that he didn't use a book to tell us stories, but we had an interesting cane, a stick in the house. Azt a botot mi gyerekek úgy hívtuk, hogy a titokzatos bot, mert az nem volt egy egyszerű bot, az nem volt fából, nem volt alumíniumból, nem volt plastikból és nem volt nádból, hanem elefántcsontból volt. And we children used to call this a mysterious stick because it wasn't made of ordinary material or wood or metal or plastic or anything, but it was made of ebony. A bot egész hosszában művészesen voltak kifaragva mindenféle mesebeli figurák. And it had a very special ornamentation carved into it, amazing figures all around. És azért hívtuk ezt a botot titokzatos botnak, mert senki a családban, se a közeli családban, se a távoli családban nem tudták megmagyarázni, és senki nem tudta, hogyan került ez a művészies bot a mi házunkba, a mi családunkba. And we called it mysterious. We called it mysterious because nobody from the immediate or distant family knew how it came to our household. It was just there. Édesapám ahányszor mesélt ezekről a figurákról, mindig újabb mese jött elő a legjobb fantáziája szerint. Úgyhogy mindig más meséket hallottunk ugyanarról a botról. And whenever he started to tell stories, he invented new and new stories. It was never the same. Every night it was a different story. Elmúlt egy év, elmúlt 2 év, és elkezdődött az iskolai tanulás. Először is a nővérem kezdett járni első elemi iskolába. A few years went by and we started to go to school. First my sister. Most, hogy említettem az iskolát, a kassai zsidó hitközségnek, ami akkor nem Kassa volt, hanem Košice, és németül úgy hívják a város, hogy Kassau. And in the city of Košice in Slovakian today and Kassau in German, there was a Jewish elementary school. A zsidó hitközség
kezelésében volt egy iskola, iskolaépület. They had a school building. És abban az épületben működött két különböző fajta iskola. And within the same building there were two different types of schools. Az első emeleten működött az elemi iskola. On the first floor there was the elementary school. A második emeleten és a harmadik emeleten működött egy másik fajta iskola, amit úgy hívtak, hogy Talmud Torah. And on a the Torah tanulása. On the second and the third floors there was a Talmud Torah school where they studied the Torah. További különbség a két iskola között az volt, hogy az elemi iskolába kezdtek tanulni a gyerekek 6 éves korban. And in the elementary school kids used to go at the age of 6. A Talmud Torah iskolában ott tanultak csak fiú gyerekek, és elkezdték a tanulást 4 éves korban. But in the Talmud Torah school it was only boys who could study from the age of 4. Engem is beírtak abba az iskolában, akartak volna beírni, de nem akartak fölvenni, mert én szeptember 1-én, mikor kezdett a tanítás, én még nem voltam 4 éves. And my parents took me to the Talmud Torah school, but in September, when the enrollment took place, I wasn't yet 4 years old. Nem voltam 4 éves, mert én december végén születtem, és a tanulás kezdődött szeptember 1-én. Because I was born at the end of December and school started in September, so I was minus 3 months. És akkor azt mondták, hogy én 4 éves vagyok, mínusz 4 hónapos. Az emberek máma mínuszba vannak a bankba, én már akkor mínuszba voltam. So I was minus 4 months the right age and people today are normally in minus in their bank accounts, so I started at that age to be in minus. A vége az lett, hogy úgy lettem fölvéve, hogy meg kellett jelenjek egy nevelésügyi bizottság előtt, ott interjú voltak, mint 4 éves gyerek, mínusz 4 hónapos, és megfelelőnek találtak, és így beírtak az első osztályba. So I had to go to stand in front of a special committee at the age of 4 minus 4 months, but they accepted me and they thought I was mature enough to start, so I started. A Talmud Torah iskolának az első osztályába, ahol kezdtem tanulni, a tanítót úgy hívták, hogy Galendor. És mindjárt elkezdtünk tanulni az első napokban a héber ABC-t, a Alef Bétet, a pontozást, és minden, ami azzal jár, a fontos volt, hogy tudjunk folyékonyan olvasni. Nem kellett tudni megérteni, hogy mit olvasunk, csak kellett tudni elolvasni a szavakat helyesen és a mondatokat. Érteni nem értettünk egy szót se, mert nem is kellett. And in the right in the first days they started to teach us to write Hebrew, all the dots and the letters, but we didn't understand a word from it. We were not expected to understand, only to know the letters and be able to read. A következő évben megint próbáltak engem beírni az iskolába, a Talmud Torah iskolába, de megint ugyanaz a probléma volt, ez a mínusz 4 hónap nem hagyott el engemet. Akkor megint 5 éves voltam, mínusz 4 hónapos, és nem akartak bevenni. The next year I faced the same problem. I was 5 years old, minus 4 months. So again I had to deal with this minus 4 months. Megint a bizottság elé kellett állnom, megint interjú voltak, jónak találtak, megfelelőnek találtak, és mégis bevettek. I had to go again to stand in front of a special committee. They examined me and again they accepted me. És így elkezdtem tanulni a Talmud Torah második osztályába. So a tanítót úgy hívták, hogy Haber. So I could start the second year in the Talmud Torah. There was a teacher called Haber. Ebben az osztályban, mivel hogy már folyékonyan tudtuk olvasni a Tórát, anélkül, hogy megértettük volna, mert nem kellett megérteni. Ez a Haber tanító elkezdte nekünk tanítani a szövegeket, amit olvastunk,
jidis nyelven, zsidó nyelven, és azt se tudtuk. Szóval tanultunk egy ismeretlen nyelvet, hébert, amit nem értettünk, olvasni tudtuk, de érteni nem értettük. De tanítottak minket azt az ismeretlen nyelvet, tudatlan nyelvet, jidis nyelven, amit mi azt se tudtunk. És így folytattuk az egész évet az év végéig, mire az év végére értünk, már tudtunk héberül és tudtunk jidisül. By that time, we were able to read fluently Hebrew, but we didn't understand a word. And this teacher, Haber, decided to make us understand the Hebrew text, which we didn't understand, in Yiddish, which again we didn't understand. So we had to study a language we only could read and not understand in another language, which also we couldn't understand. Befejeztük ezt a második osztályt a Talmud Tórába, megint egy évvel idősebb lettem. This was the end of the second year, and I became 6 years old. Hat éves, megint mínusz 4 hónapos. Minus 4 months. Nem tudtam letörülni ezt a 4 hónap mínuszt. I couldn't get rid of this minus 4 months. És akkor megint egy különleges bizottság elé álltam, mert ez már nem Talmud Tóra volt, hanem elemi iskola. And again I had to stand in front of another special committee for the elementary school. És ott is megfelelőnek találtak, és mégis bevettek az iskolába. And they accepted me despite my minus 4 months. Az első eleminek a tanítónője egy cseh asszony volt, úgy hívták, hogy Janoldova. We had a Czech lady who was teaching us. Her name was Janoldova. Nagyon szép hullámos vörös haja volt. She was a beautiful lady with wavy red hair. És az arca tele volt szeplőkkel. And her face was full of speckles. A tanulási nyelv szlovák volt. And we studied in Slovakian. Szóval ez most már volt a harmadik nyelv, hogy kezdtük tanulni. A third language we didn't understand. Így múltak az évek, és elérkeztünk a 38-as év, 1938. Years went by, and we came to the year 1938. Akkor történtek különleges dolgok, ami nem tőlünk függött. Az történt tulajdonképpen, hogy állami meg országok egyezményei szerint a Szlovákiának a déli határvonalát, ami közös volt a Magyarország északi határával, azt az egész vonalat keletről nyugatra, nyugatról keletre följebb tolták északabbra. And things began to happen around us which was totally beyond our reach. Agreements took place among nations, and the border line, which was the southern part of the of the Czechoslovakia and the northern border of Hungary, was pushed up north. Szóval Magyarország valamivel nagyobb lett területbe, és ebben a nagyobbodott területben mind a városok, mind a lakók, akik városokban, falvakban laktak ebben az új területben, már magyar uralom alatt, márul holnapra magyar állampolgárok lettünk. Which for us it meant that Hungary became a bigger, somewhat bigger country, and all the people who lived in these towns and villages became Hungarian citizens from one day to the next. És így lett a város neve Košiceből Kassa. And ez a magyar neve. The name of Košice was changed into Kassa, which is the Hungarian form of the name of the town. Szóval megváltozott és kicserélődött az uralom, a kormány. Csehszlovák kormány helyett most uralkodott egy fasiszta, antiszemita magyar kormány. And this was a huge change, because instead of the Czechoslovakian rule, we got a fascistic Hungarian government over us. A kormányzó volt Admirál Horthy Miklós, aki talán ismeri ezt a nevet. And perhaps some of you know the name of the governor at the time. His name was Admiral Miklós Horthy. És nekünk zsidóknak ez úgy látszott, úgy tűnt fel a dolog,
hogy nem csak a kormány cserélődött ki csehszlovák demokratikus kormányról magyar fasiszta antiszemita kormányra, hanem a város egész lakossága kicserélődött. Mert azonnal elkezdtük érezni a nyílt, szabad antiszemitizmust a zsidók ellen. And for us Jews, this change from a democratic Czechoslovakian rule into a fascistic, antisemitic Hungarian rule caused a feeling that the entire city changed from one day to next and became very much hostile towards us. Rövid idő alatt elkezdték nyilvánosságra hozni a zsidó elleni törvényeket. And in a very, very short time, anti-Jewish laws were passed. Az egyik törvény arról szólt, hogy azonnal bezárták a zsidó hitközség keretében működő elemi iskolát. Nem ismerték el, és a gyerekeket onnan mind kidobálták, és szétosztottak minket, gyerekeket, más iskolákba keresztény gyerekekkel együtt. One of these laws made it compulsory for the Jewish school to close down, and they dispersed all the Jewish children into different Christian schools. Így történt meg az, hogy például szeptember 1-én 1938-ban még szlovák nyelven tanultam, a tanító volt egy cseh ember, úgy hívták, hogy Červenka. And this is how it could happen that on the 1st of September 1938 I was still studying in a Czechoslovakian school. We had a Czech teacher called Červenka. November 6-án 1938-ban magyar állampolgárok lettünk. On the 6th of November the same year 1938 we became Hungarian citizens. És mivel, hogy ezt az iskolát becsukták, and our Jewish school was closed down, bekerültem egy másik fajta iskolába, nem zsidó gyerekekkel. I found myself in another school with non-Jewish children. A tanító egy magyar ember volt, úgy hívták, hogy Kőhegyi. There was a Hungarian teacher there named Kőhegyi. És a tanulási nyelv magyar volt, ez volt már a negyedik nyelv. And we had to learn yet another language, Hungarian. It was the fourth language. A következő évben megint egy osztályt előre mentem, mind a két iskolába, és mind a két iskolában megint kellett vizsgáznom a 4 hónapos mínuszért. Azt nem engedték el nekem. And the next year I continued in 2 schools and again I had to stand before special committees because of my minus 4 months. They didn't forget about that. Ez a helyzet nem tartott sokáig az iskolával, úgyhogy ez a 4 hónapos mínusz, ez is megszűnt ezzel együtt. Az történt, hogy az egyik reggel 8 órakor kellett volna, hogy kezdődjön a tanulási óra, bejött a tanító úr, akit úgy hívtak, hogy Cil Rezső. But this whole situation with the schools didn't continue very long because one morning the director of the Hungarian school came in. His name was Rezső Cil. Vele együtt belépett az osztályba az iskola igazgató úr, akit úgy hívtak, hogy Rissner Károly. And with him another leader of the school. His name was Károly Rissner. It was the beginning of the school day at 8 o'clock in the morning. És ki lett adva a parancs, hogy zsidók, álljatok fel. And they commanded us, Jews, stand up. Ha voltunk egy néhány zsidó gyerek az osztályba, fiúk meg lányok, we were felálltunk. A few of us, boys and girls, Jewish children, stood up. És akkor a következő parancs az volt, szedjétek a holmiaitokat, és kifele. And the next command was, pick up your belongings and out. Ez a két ember a Cil Rezső tanító, Rissner Károly az igazgató, így követtek minket a hosszú folyosón végig, le az első emeletről a lépcsőházon, egész a kiáratig. And these two leaders of the school, the teacher and the headmaster, followed us down all the way from the first floor
from the second to the first floor and then to the gate out to the street. Mikor ott a kijáratnál mink gyerekek már leléptünk a lépcsőkön, és már álltunk a járdán a járókelők között, ez a két ember a magas lépcsőről, a felső lépcsőről azt kiabálta nekünk, hogy nehogy merjetek ide még egyszer visszajönni. Nincs itt semmi keresnivalótok. Már így is többet tudtok, mint amennyit kéne. És ebbe azt hiszem, hogy igaza volt. And we were already down on the pavement and these two adult men were standing up on top of the stairs and they shouted after us and they said, never again come back here because you know too much more already, more than you should. And I think in this one thing they were right, we knew more. Ezzel befejeződött az iskolai karrierem, és megszűnt a mínuszom. And because of this day, or on this day, my entire educational career was over, and my minus 4 months was finally cancelled. De a másik fajta iskola, a Talmud Tóra iskola, az ebben az időben még működött tovább. But the other school, the Talmud Torah, kept on working. Úgyhogy most délelőtti órákban 8-tól 12-ig a Talmud Torah iskolában voltam, és délután 2-től 7-ig megint ott voltam. Úgyhogy egész nap ott tanultuk a Talmud Torát. So now for a change, I was in the Talmud Torah school from 8 o'clock to 12 in the morning, and then after lunch I was again in the Talmud Torah. So the whole day we were immersed in the Torah. Mivel már rendesen svungba jöttünk a Tóra tanulással, mert egész nap rendelkezésünkre állt, akkor egész egyszerűen megint kijött egy új zsidó ellenes törvény, és becsukták ezt az iskolát is. And soon we were really in a good momentum to study the Torah, but all of a sudden another law came out, and they closed this school also. Így történt meg az, hogy most már mint gyerekek egész nap munkanélküliek voltunk, nem úgy, mint most itt megdolgoztatnak. And we ended up to be totally without work as children, not like now, because I'm working now. 39-ben, ez egy évre rátörtént, megint más dolog történt, elkezdődött a háború. One year later, the war broke out in 1939. Elkezdődött megint a zsidó törvény szerint, a férfiakat elkezdték bevonultatni munkatáborba, and kötelező munkatáborba. The Jewish men were called up into compulsory forced labor service. Közöttük az édesapánkat, őt is bevonultatták. Including my father, he also had to go. És mivel hogy háború volt, az összes élelmiszereket, meg más dolgokat is csak úgy lehetett vásárolni jegyekre, élelmiszerjegyekre. Élelmiszerjegyeket kaptunk, de nem volt pénzünk megvenni a kenyeret. Mert a bolt csupa volt, az üzlet csupa volt, az apánk a munkatáborban volt. And the situation really started to be hard because food could only be purchased for coupons, for tickets. Our father was already in the forced labor camp. Úgyhogy elég nagy bajban voltunk, de szerencsénkre volt valamennyi rezerva otthon a spájzba, az élelmiszerkamrába, és édesanyánk mindig össze tudott állítani valamilyen ételt. And we were really in trouble, but fortunately we had some reserve food and our mother was able to produce enough for each day. De a helyzet így is nagyon nehéz volt. But it was very tough to survive. És én, mint akkor 10-11 éves gyerek, magamra vettem, hogy én fogom eltartani a családot. And as a child of 11-12 years of age, I decided that I had to take care of the family. És ezt csináltam, hogy mit csináltam, az most nem szeretném elmesélni, mert mindjárt becsuknának a börtönbe, mert egész egyszerűen zsivány lettem, loptam. And how I did it, I'd rather not share, because you could put me in prison, because simply I had to steal.
Ezután következett a 944-es év. And let me jump to 1944. Március 15-e körül around a német hadsereg bevonult Magyarországra. Around the 15-16th of March, the German army marched into Hungary. Abban az időben leszereltették az apánkat, és húsvét előtt, az ünnep előtt hazaérkezett. And for some reason our father was released and he showed up at home just before Pesach. Úgyhogy az ünnepet már együtt tartottuk az egész család, apa, anya meg a három gyerek. So finally we were united again as a family. És örültünk annak, hogy mind együtt vagyunk, habár nem volt minden étel az asztalon, éhezni nem éheztünk. We were really, really happy to be together again, although we didn't have all the choice of food on the table, but we were not starving either. Így fejeződött be a húsvéti ünnep. A húsvét utáni első szombaton hajnalba fölzörgettek minket csendőrök, a magyarországi híres csendőrök, so, és kikergettek bennünket a lakásokból az utcára. So we were able to complete the 8 days of Pesach, and on the Shabbat after the Pesach, the Hungarian gendarmerie banged on our doors and chased the whole family out of our home. Kiérkeztünk az utcára. We found ourselves on the street. A többi zsidó szomszédakkal, akiket előttünk kikergettek a lakásaikból, és ez az egész menet összesen útba volt a város másik végére, mert mink a keleti részén laktunk, a nagy része a zsidóságnak, Kassán, a város keleti részén lakott, és végig vezettek minket az egész városon, föl a hegyre, nyugat fele, a város nyugati határába, ott volt egy téglagyár, és azt a téglagyárat jelölték ki, hogy az lesz a gettó. Így kerültünk a gettóba. And when we got out to the street, we looked around and we saw all the neighboring Jewish families already out on the street. And most of the Jewish community lived on the eastern part of the city. And the gendarmerie chased us towards the western part where they turned a brick factory into the ghetto. Onnan már rövid volt az út Auschwitzba kerülni, mert oda kerültünk. And from there the journey to Auschwitz was really short and fast. Auschwitzból, Birkenau meg a többi helyeken, ahol voltam, a halálmenet, meg Buchenwald, meg minden más dolog, erről most nem fogok beszélni. Csak annyit, hogy az egész családból az apa, anya, nővérem, a kisöcsém egyedül maradtam most. And I will leave the part about Auschwitz and Buchenwald and the death march for the next part of my talk. But out of the whole family, I'm here alone. De a legnagyobb örömömre ideérkezett a nővéremnek a két gyereke. And let me just share that it is my deepest personal joy that tonight I have here my sister's children. A lánya Shulamit. Her daughter, Shulamit from Israel, she's sitting in the second row there. És a nővérem fia Shmuel, aki Amerikából érkezett ide. And my sister's son, Shmuel, who flew from the United States to be here tonight. Zöld.